1920. június 4-e nem magában létezik, hanem egy hosszú folyamat része, akár az előzményeit, akár a következményeit nézzük. Az előzményeket vizsgálva az első világháborúnak nagyon nagy szerepe van a 20. századi magyar történelemben. Nem csak azért, mert Trianonhoz vezetett, hanem azért, mert a társadalmat olyan mértékben átalakította, aminek a vizsgálata nélkül az összeomlás eseményeit meg sem lehet érteni. Ha a következményeket nézzük, akkor az, hogy megjelennek egy idegen állam katonái egy kisváros főutcáján, akkor az csak az első lépés. Karcagon az országzászló félárborszra eresztésével 100 másodpercig szólt a harang. Maga az ünnepség időpontja is ugye ez a fajta országos felhíváshoz kapcsolódott, hiszen valamennyi egyház, történelmi egyház nem csak Magyarországon, hanem a Nagy Magyarország területén, tehát valamennyi magyar lakta területen arra a konszenzusra jutott, hogy 16:30, nagyjából abban az időpontban, amikor a trianoni kis palotában aláírták a békediktátumot, tehát ebben az időpontban emlékezve a 100 éves évfordulóra valamennyi templomharang 100 másodpercig konduljon meg. Ezzel is jelképezve az eltelt 100 évet, és ahogy Esperes úr is fogalmazott az ige hirdetésében, ne mementóként, ne gyászharangként, hanem hívóharangként szóljon az összes magyarság számára.